Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs Fel, és a mai epizódban ismét elérkeztünk egy vadonatúj heti LEGO hírekhez, amelyben szó lesz az új Inside Tour-os LEGO készletről. Érkezik a július, és érkeznek vadonatúj készletek, és most már vannak hivatalos információk is, például a Fekete Falconnal kapcsolatban is, úgyhogy ugorjunk is bele. Először is nézzünk fel Jace-nek a Brick blogjára, ahol be tudom nektek mutatni a vadonatúj Inside Tour-os készletet. Hogy mi is az az Inside Tour-os készlet, arról már készítettem egy külön adást, jó pár hónappal ezelőtt volt egy top 10-es adás, fönt a sarokban megnézhetitek. A lényeg, hogy nagyon drága, nagyon limitált készletekről van szó, amit nagyon, kevés számba lehet elérni, ez is okozza a drágaságát, hiszen például ebből a készletből is, ahogy itt látjátok, összesen 50 darab készült el. Egy speciális háromnapos túrán vehetnek részt a rajongók, és hát annak keretén belül kapják meg ezt az ajándékot is. Természetesen ez egy igen drága túra, és ennek keretén belül lehet beszerezni ezt a készletet, amit egyébként alá is szoktak írni a tervezők. Lényeg, hogy idén ezt a 40.042-es készletet adták oda, és látható rajta, hogy ez a safe a The Vault Memory Lane névre hallgat, tehát az a szép, ahol tárolnak minden egyes LEGO készletből egy darabot. Tehát mióta létezik a LEGO, azóta folyamatosan jönnek ki ilyen-olyan készletek, ebben a szépben minden egyes LEGO készletből egy darab oda be van rakva, szóval több tízezer LEGO készletről van szó, amit ide bestócolnak. Biztos láthatok már a neten, amikor vannak ilyen szép túrák, ezeket meg lehet nézni, hogy milyen LEGO készletek vannak oda elrakva, és hát ennek jelent meg a LEGO készlet változata, hát ismét egy egészen nagy értéket képviselő gyűjtői darabról van szó. Esetleg, hogyha Magyarországon valaki bevírta ezt szerezni, azt mindenféleképpen írja le a komment szekcióba. Kíváncsi vagyok, hogy milyen volt ez az egész túra, milyen lehetett ez az egész élmény. Hát ismét egy nagyon különleges készlettel gyarapodtunk, sőt van benne egy különleges alkatrész is, hiszen itt lentebb, hogyha lemegyünk, láthatjátok egyébként a doboznak a hátoldalát, van benne egy hatalmas nagy matrica, tehát a LEGO készletek, amit ez a készlet reprezentál, nagy valószínűséggel szinte az összes matricázással érkezik, ami hát eléggé cheap megoldás, főleg egy ilyen ennyire exkluzív készlet esetében, viszont az is megérthető, hogy mivel hát nagyon kis darabszámban készítettek ilyen szetteket, ezért ez is megérthető, hogy nem készítettek egyedi printeléseket hozzá. Na de amit akartam mutatni nektek, az, hogy itt látható, hogy van benne egy egyedi készítésű, sötétzöld színű, 3D printelt fakacsa. Ennek már volt egy piros verziója, azt hiszem tavaly előtt, és most megjelent ennek a zöld változata is, úgyhogy egy egyedi alkatrész került ebbe be a készletbe. Hát gondolom ennek az ára is hamarosan el fog szállni, hogyha valaki ezt el akarja adni, akkor akár több ezer dollárért is simán elbírja adni, hiszen annyira limitált ez a készlet. Az előző héten már bemutattam nektek a vadonatúj Star Wars-os és botanikus készleteket, viszont akkor még hivatalos árak és megjelenések nem voltak, azóta most már hivatalosan is fölkerült a LEGO oldalára, például itt láthatjátok is, itt van a sötét sólyom nevezetű készlet, 74 ezer forintba fog kerülni, ez az 1579 darabos set, és augusztus 1-ével jelenik meg, de már elő is tudjátok rendelni, hogyha nem bírtok várni, akkor a link a legelső kommentbe, és azon keresztül már elő is tudjátok rendelni, szerintem minifigura felhozatalból még mindig egészen remekül sikerült, és ez a különleges fekete megjelenése kifejezetten tetszik, bár hát olyan sok különbség nincsen az eredeti, és elkezdett gyakorlatilag szín csere történt rajta. Aztán a következő Star Wars-os készlet, ez a TIE Fighter és X-Wing Mix nevezetű set, ez 46 ezer forintba fog kerülni, 1063 darabos a készlet, és ugyanúgy augusztus 1-ével jelenik meg, és ezen kívül volt 2 darab botanikus készlet, itt van ez a krizantém készlet, 12 ezer forintba fog kerülni, mind a 278 darabjával, még a másik, a szilva virág, ugyanúgy 12 ezer forintba fog kerülni, viszont ez egy kicsit nagyobb darabszámú, 327 darabos verzió lesz. Július 1-ével nem annyira sok készlet fog megjelenni, most összesen 3-at számoltam össze, lehet, hogy néhány Disney-s készlet kimaradt, amik annyira engem nem érdekelnek, de ami a lényeg, hogy meg fog jelenni 3 érdekesebb LEGO set is, például itt van a Vasember MK5-ös figurája, egy 4000 forintos Brickhead setről van szó, de ennél van 2 sokkal izgalmasabb, például az űrdongó készlet, 38 ezer forintért meg fog érkezni ez a 950 darabos űrdongó Transformer set, és természetesen a Lamborghini Countach is július 1-ével elérhető, természetesen, hogyha Insiders tagok vagytok, hogyha nem vagytok Insiders tagok, akkor majd csak július 4-től ez a set majd 74 ezer forintba fog kerülni.
most felnézünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor azt vetitek észre, hogy ebben a pillanatban, amikor ezt az adást legalábbis most fölveszem, összesen egy darab ötlet ért el a 10.000 szavazatot az előző héthez képest. Itt van a Peta S által feltöltött Arsenal FC The Invincibles nevezetű ötlete. Gyakorlatilag az Arsenalnak a stadion részletét lehetne összeépíteni, természetesen a teljes csapattal, és látható, hogy a belseje gyakorlatilag minifigura arányban van kidolgozva, úgyhogy ez egy olyan stadionos készlet lenne, ami nem az egész stadion mutatja be, viszont cserébe nem is annyira unalmas összeépíteni, hiszen tudjátok nagyon jól, a stadionos készleteknek a legnagyobb problémája az, hogy valami kegyetlen unalmas összeépíteni, repetitív, folyamatosan ismétlődő mozdulatokat kell tenni benne, viszont ez a készlet egy egészen jó kis kiállítási darab lenne, de cserébe nem unalmas az összeépítése, úgyhogy én kifejezetten örülnék, úgyhogy a foci rajongók szerintem ennek a készletnek is izgulhatnak, hiszen nem lenne egy rossz készlet ez. Várjatok, még vágás közben érkezett egy másik 10.000-es ötletünk is, mégpedig a Jimmy Dickey által feltöltött Sony Walkman ötlete, ami a TPS L2-es 1979-es verzió, és ahogy itt a képen is láthatjátok, hát ki lehet nyitni az oldalát is, és a kazettákat is bele lehet rakni, hiszen még kazettákat is csatolna hozzá, és hát ez az eredeti nagyon béna, szivacsos, füles, fejes is társul hozzá, és még azért a jacket is bele lehet dugni. Érdekes kis ötlet, de szerintem a fosz is az egy kicsit jobban sikerült. A LEGO oldalára átkattintva láthatjátok, hogy most végre már van ajándékkészlet is az előző héthez képest. Itt van a Tisztelgés Verne Gyura regényei előtt, ezt a szettet már ugye bemutattam nektek, de most már tudjuk a határértéket is. 57.000 forint felett kell, hogy vásároljatok egészen a hónap végéig, és akkor megkapjátok ezt a készletet, úgyhogy ha szeretnétek beszerezni ezt az exkluzív kis GVP-t, akkor 57.000 forint felett vásároljatok a LEGO oldalánál. Nos, srácok, ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, de ne felejtsetek el visszanézni a régebbi tartalmaimra. Ezen a héten eddig még csak egy videó ment ki, a keddi tierlistes adás. Egy különleges tierlistes adást készítettem el nektek, amelyben összegeztem az összes UCS Star Wars készletet, amelyben hát bemutattam nektek, hogy az én táblázatomban hogyan is alakulna, melyik a legjobbak és melyik a legrosszabbak a UCS felhozatalban, úgyhogy ha esetleg még azt nem láttátok, akkor fönt a sarokban fogtok vele találkozni, és a héten természetesen még hát legalább egyszer vagy kétszer fogunk találkozni shorts epizódok formájában, jövő héten pedig folytatódik a bemutató dömping, hiszen most már végre megérkeztek bizonyos szettek, úgyhogy most már tudok bemutatni nektek készleteket. Addig is, srácok, hogyha tetszett ez a mai adás, akkor a lájkokat ne felejtsétek, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódokban. Szevasztok! Yeah!